legregényesebb asszonya itt született, a prózaiság efészkéből származik. Szentrei Júlia életéről szóló rendhagyó irodalomórát tartottak az Erkel Ferenc művelődési központban. A Feleségek Felesége című előadásban Petőfi Sándor házastársának a születésétől a haláláig kísérték az életét. Napjainkban sokkal többször hangzik el Petőfi neve, hiszen 2023-ban lesz a születésének 200. évfordulója. Az előadásban Szentrei Júlia szemszögéből idézik meg a költőt, nem csak egyszerűen egy szerelmi házasságot, alkotói lényüket mutatják be, hanem egy sokkal komplexebb képet adnak a reformkorról. Arról, hogy ebben a korban hogy éltek a nők, Talián Marian színművész kiemelte, Petőfi Sándor nem lett volna az a nagy forradalmár, már, hogyha nincs mellette Szendrei Júlia. Az előadással ezt szeretnék bebizonyítani. Nagyon harcias volt, nagyon önálló, nagyon ö, ö, eredeti. Tehát ö, agyban is nagyon művelt nő volt egyébként, ö, mondhatnánk egy picit, hogy műveltebb is volt Petőfinél, tanulmányainál fogva több nyelven beszélt és olvasott, zongorázott, amikor, amikor ők találkoztak. Petőfi viszont egy zseni volt. De ezt Júlia Júliának meg kellett értenie, meg kellett élnie, hogy egy zseni mellett ő hogyan tud önmagára találni, és meg tudta tenni abban a korban, amikor a nők másodrangú szerepet töltöttek be. De ő volt olyan erős és intelligens, hogy, hogy Petőfi partnere tudott lenni egy igazi szerelmi házasságban. Szombat délben jöttek elmentek délután 6 órakor. Hát ez a fő, hogy jól mulattam, azt fölösleges lenne ideírnom, arról úgyis bizonyos vagy. Az előadásban elhangzottak Szentre Júlia saját, dallamokra írt népies műdalai, valamint Petőfi énekelt versei is, többek között Arany János megzenésítésében. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Azt hiszem, hogy ennél a, ennél a fiatalos, lelkesítő, az egyéni szabadságot, szerelmet és a haza szabadságát, szeretetét összefoglaló két sornál nem lehet ma sem szebbet mondani, mint ahogy, ahogy ezt Petőfi mondta, és azt gondolom, hogy ő kortársunk. Tényleg Petőfi a maga garabonciás költő lelkével, a maga vagányságával, szabadságvágyával. Azt hiszem, hogy minden, minden fiatalnak rokon lélek, ha lehet így mondani. Elhangzott Szentrei Júliának az volt élete nagy tragédiája, hogy Petőfi Sándor eltűnt 1849. július 31-én. Közös gyermekükkel visszavárta a költőt, de szegény maradt, majd egy év múlva hozzáment egy történészhez, Horváth Árpádhoz. Abban a házasságban azt a hagyományos szerepet kellett betöltenie, amit abban a korban a nőknek kiszaptak.